És akkor szép jó estét kívánok mindenkinek a ma esti livestreamben, és hát folytatván ugye a heti programot, méghozzá hát a Speedrun hetet, ami címét most már pótoltam a tegnap esti kalamajka után, és a mai alkalommal, hát ahogyan említettem, hogy a mai nap hát ugye milyen játék került terítéken, hogy ez nem más, mint a Test Drive 4. Hát, igen, szóval a Test Drive 4-jel körülbelül 2015-16-ban foglalkoztam utoljára, baromi régen. Emlékszem, hogy a Játékosok Podcast csatornájára készítettem volt egyfajta videót, amiben azt néztem meg, hogy a PC-s változat az mennyivel könnyebbiben másabb, és hát ugye abban az az eredmény született, hogy majd fele annyi idő alatt tudtam megcsinálni azt a változatot, mint a PS1-est. Viszont hát én ugye összehoztam még legelőször ugye a PlayStation 1-es változatról egy komplet végigjátszást még a fő csatornámon, amiben egy olyan bő 4 órás menet jött össze akkor. És hát azért is, mert hogy a legelső találkozás a játékkal azért azt kell mondjam, hogy nem volt túl kellemes, sőt, mi több, most se lesz túlságosan az, ha úgy vesszük, mert hogy a játék nem adja könnyen magát, sőt, mi több. Én azt tudom mondani, hogy eddig szerintem autós játékok közül ez a legdark soulsosabb autós játék ever eddig, mert hogy bizony egy kicsit genyó mód tud viselkedni. No, gyorsban a menet. Meg most stream elején elmondom. Meg lehet, hogy majd közben is fogom mondani, ha valakinek nem világos. Szóval a Speedrun 7 nálam az abból áll, hogy ahogy itt mondtam, hogy végigjátszottam egyszer a játékot, ebből most sikerült egy bő 4 órás valamit kihozni időt az első végigjátszás során. Tehát konkrétan végigjátszom megint, de amilyen gyorsan csak tudom. Tehát itt most például végig fog menni az összes kupán, és tudom, van a speedrun.com-on például pont azt hiszem a Championship kupáról egy speedrun, de most nem ez lesz a lényeg. Úgyhogy, de fogom úgy is mondani, csak tegnap volt például a Quake stream végén, itt külföldiekkel kellett, nem az, hogy vitatkoznom, de már sajnos értetlenkedtek, meg most már elkezdtek nyomorékoskodni, úgyhogy ezt megelőzvén magyarázzam el a dolgot. Meg most már a címbe is írtam mindent, úgyhogy most már mindent megtettem, amit lehetett. No. Tehát a lényeg az az lesz, hogy most amire tippelek, nem tudom, hogy amúgy mennyi idő lesz, de szerintem lehet, hogy egy 3 órás stream lesz megint ebből, tehát talán 3 óra alatt össze fogom tudni hozni ezt a komplettet. De ezért vagyok erre kíváncsi, hogy most tényleg, hogy ha bár első végigjátszásra hosszabb lett, egy bő 4 órás, akkor most hogy fog sikerülni, úgyhogy ismerem a játékot. No, a lényeg az az, hogy akkor haladunk szépen sorjába, úgyhogy kezdem ez a melyik kupa, ez a Challenge. Tehát van a Challenge Cup, a Championship, aztán van a Pitbull, és van a Masters. Na most a Masters is maga módján eléggé kané. De hát azt... azt majd. Ugye mindegyik kupának egyébként megvan a maga kis sajátos menete, azt hiszem pont a Challenge Cupnál pontokat gyűjtök, a Championshipnél az idő határozza meg, a Pitbullnál már nem tudom pontosan, ja azt hiszem, hogy nem szabad utolsónak lenni, tehát mindig nyerni kell, és a Masters Cup pedig, hogy minden autót használnom kell majd, úgyhogy például erre én itt jegyzetembe írtam magamnak, hogy mely pályához melyik autót fogom használni, mert nem nagyon mindegy. Bár az a baj, hogy ez annyira nem tökéletes. No, Challenge Cup-pal kezdek, és ezzel az autóval fogok nagy részt menni. Úgyhogy mihelyest megnyom a gombot, Szia Balázs, és mihelyest megnyom a gombot, a timer elindul, úgyhogy 3, 2, 1. Pak, elfejtettem, hogy igen, az izét is kell a kiválasztani egy automata. Na akkor most! Start! Jó, közben igen, ugye... Oké, közben, majd annyi, hogy ha megvan, küld el, és akkor majd még stream után meg tudom nézni, hogy mi újság van. Hát, ha most már jó lesz. Igen, is tök jó, mert most már csak ezt a zenét fogjuk hallgatni végig. Ennek nagyon örülök. Egy visszajelzés, hangos-e túlságosan a játék hozzám képest, vagy pont jó? Mert ez a baj, hogy mivel az előző fülesen, amit eddig használtam, megdöglött, ugye most a másikat használom, amivel
én magamnak tudok hangot szabályozni. A Vegas meg rohadjon meg. Hát igen, most a Vegas most nekem is szívózott, de amúgy csak azzal az egy videóval, amit küldtél, kifagyasztotta egyébként a programot teljesen. Meg azzal a metódussal sem működött a dolog, amit aztán küldtél videót. Már majdnem azt hittem, hogy az egész megvágott anyagot lehet kidobni a kukába, de aztán kiderült, hogy nem, mert csak az átírással volt baj. És visszaírtam, már egyre jó volt. Ja igen, nagyon fontos. Én vagyok olyan hülye hardcore gyökér, hogy forgalom bekapcsolásával nyomom én a játékot. Ugye tudom, hogy általában pont néztem, ugye érdekelt, hogy a konkrét speedrunja hogy működik, ugye pont azt hiszem a Championship Cup-ot csinálták meg, azt majd nem kéne viszont próbálni egyszer. És ott az van, hogy egyrészt ugye a Jaguar XJ220-ast kéne használni, mert ugye ez a leggyorsabb autójátékban, de forgalom kikapcsolással kellene azt csinálni. Hát én most nem azt csinálom már ugye pont azért, mert ennyivel egy picit egyszerűsít nekem a játék, hogy félig-meddig, hogy az ellenfelet is meg tudja szivatni a forgalom, viszont ugye van rendőr is, tehát ugye ezzel is könnyen szívok. De azért majd meg kéne próbálni még esetleg pont azt a Championship Cup-ot majd speedrunban megcsinálni. Csak majd melolvasom a szabályzatát annak, mert lehet, hogy egyszer majd streambe tényleg megcsinálom, megpróbálom megcsinálni. És majd bedobom. Már kíváncsi leszek, hogy össze fogom-e tudni hozni, vagy sem a lapom. Na mindegy, de most nem ez a lényeg, most saját idő megdöntése a lényeg. Úgyhogy erre megyek rá. Kis szórakozás, mondhatjuk úgyis, hogy ez is egyfajta ilyen önszórakozás is, hogy saját időt szeretnék megdönteni. Mert vagyok ilyen hülye állat, hogy ilyeneket csinálok, de szerintem úgy ez így pont jó. Mint ami volt pont a nyáron a 60 órás live-ba, amiben ugye aztán ugye az én részemben ott volt az, hogy a Need for Speed Carbont is, meg a Rayman 3-at is konkrétan saját időt próbáltam megdönteni, ami mind a kettő sikerült. Mert ugye azt hiszem, nem is tudom, a Carbont azt eléggé lebírtam csípni, egy fél órával azt hiszem, vagy nem, 40 perccel, ami sokkal. A Rayman 3-at meg nem is tudom mennyivel sikerült, de azt hiszem az is valamilyen 5 óra lett. Tehát, hogy például még a 10 órás live-ból még aztán maradékot ki kellett tölteni beszélgetéssel. Hát a Vegason kívül megnéztem a videót, hát annyi, hogy amikor ugye a Drive-ban néztem meg, akkor amúgy teljesen jó volt, amikor már így letöltött állapotban, akkor hogy mondtad, hogy fakó volt. Tehát a Media Player Classic az például szerintem a HDR-t úgy nem támogatja, és ott kifakult a kép, viszont így ahogy küldted a Drive-os linket, ott megnéztem, és ott meg teljesen jól működött, úgyhogy. Azért mondtam egyébként azt, hogy annyiból legalább van egy példám, hogy úgy mondjam, ami alapján tudom. Jaj, de időt nézi először. Akkor Championship Cup-nál lesz majd a pontos rendszer. Na, visszatérve. Szóval, majd tudok mihez viszonyítani. A klasszikban lehet bekapcsolni? Majd megnézem, lehet, hogy az működik majd. Na mindegy, megtartottam a fájlt. Most még, akkor lehet majd megnézem, hogy ha bekapcsolom, akkor milyen, mert akkor fogok tudni tényleg mihez viszonyítani majd, hogy hogy fogom tudni beállítani a fényt, meg a színeket. Mert amúgy ez a baj, most megnéztem, hogy például ha a komplett projektet átalakítom HDR-be, akkor az összeset elrontja. Mert ugye mind a Twitch klippek, a saját videóm, amiket ugye én is berakosgattam ezek, meg amiket ugye mindenki így bedobott, azok ugye nem HDR-esek, tehát azzal nem tudok mit kezdeni. Ha az HDR-be bedobom, akkor abszolút elrontja mindegyiknek a színét. De... És ugye aztán utólag kéne most mindegyik klipet átalakítsam, hogy jó legyen, de szerintem így meg egyszerűbb, hogyha most a tiédet bedobod. Most úgy, ahogy van, hogy nem HDR-be, hanem úgy, ahogy akkor kiadjak, hogy fakom meg minden, azt meg tudom utólag megcsinálni. Ja, hogy ez a Media Player Classic-ban van ilyen program?
Aha. Ups. Nem túl jó. Közben így megfordultam. Aha. Ha megnézem, remélem megvan még egyébként, mert ugye a Media Player klasszikot se lehetett már nagyon letölteni. Megszűnt az oldal. Így is keresgélnem kellett. Megnézem, hát ha megvan. Az igen, a rendőrhöz hozzá se értem, de azért megpecintett. Szóval a Jaguart utól kell érjem. A Vegas kezeli a VMV-t? Na csak kérdezem, bár mert lehet, hogy ezt még talán nem ajzi FFmpeg-át tudja konvertálni, talán. Azt tudom, hogy MKV-t nem kezel a Vegas. Hú, az de utálom. És ezt kétszer szoktam be most eddig. Ugye két izé videómat kellett átkonvertáljam még egyszer, mert átmásoltam ugye a mappába. Aztán eszembe jutott, hogy jobb meg az MKV, tehát azt nem kezeli, és akkor még konvertálhatom, hoz még plusz idő, és akkor megint átmásolni, stb. Kezeli. Jó, akkor zsír. Hát itt nem megy a Lada. Ez így van, a Lada a Test Drive 5-ben van például. Ez az a Jaguar megbaszódott. Itt nincs Lada. És az a zene sincsen, ami ből származik a Lada. Ja, igen, és a Lada mense kell a csetre. Hát... Kíváncsi leszek egyébként az utóbbira, hogy ez vajon teljesül-e vagy sem. Te is, én is azt hittem. Az Avival meg az MKV-val van gondja. Igen, az MKV-t sajnos észrevettem, hogy azzal sajnos nem barátkozik. És nem örültem neki. Még amúgy tök jó lenne. Tényleg egyébként kérdés, Balázs, mert tudom, hogy most te használsz újfent 18-as Vegas-t. Miben másabb? Ja, aztán eszembe jutott, mert én hülyeséget írtam. A 17-est írtam, holott 16-osom van. De mennyiben más? Mert aztán megnéztem a 16-os, és ugyanúgy tud HDR 10-esben kirenderelni. Na most azt használom a 16-ost, én ugye a hülyeségét írtam, tehát nyilvánvalóan a 17-es is tud. Meg ugye a 18-as is. Na, az neki baszódott ennek az autónak. Jobb a mentési metódus. Gyorsabbnak? Nem gyorsabb egy picit a program? Könnyebben kezel mondjuk 4K-s videót, meg ilyeneket? De most ezt pont olvastam egyébként a hivatalos oldalon, mert hát ugye ebből is van egy kicsit ilyen több verzió, ugye van az alap, a... Mi volt? A... Edit, az alap, a 365-ös, tehát van ilyen havi előfizus, ami hát... hát viszonylag egész érdekes ára van. Meg van a suit, amiben van plusz plugin. És a plusz plugin az érdekel. Csak hát ez a baj, hogy hát az pont, hogy mondjam, tehát szerintem a izében nincsen abban a változatban, ami majd nekem kell. A Jaguar megint megdöglött. Ez a pálya mondjuk egy picit nehéz. Ez túl nehéz. Ja, olvasok közben az izé még az előző mondatra pontja a vazerint. Hát ha ne adj Isten feljön, akkor már lehet elkezdi bontani a vazerint, ki tudja. Na visszatérve, de akkor... Szóval igen érdekes, mert ugye megnéztem, mert a 365 ugye nem lenne rossz, mert hát ugye... legit. De
az a baj, hogy az a két típusú plugin érdekelne, mert ha ezeken pont olyan jó ilyen átvezető effektek meg stb., akkor érdekelne, de mondjuk még lehet körbe kéne nézek majd a neten, hogy lehetek valahogy ilyen jó effekteket összeszedni. Jöhetnek a rossz PC játékok referenciák és a poénok? Na halljuk, lökjed a tucajat. Úgyis felkészültem erre a napra. Tudván, hogy mivel játszok. De nem vagy tégla, hát... Ez szomorú, miért nem vagy tégla? Mert mi vagy, te beton akkor, vagy mi? Jaguar megint fogd. Get fugd! Yes! Majdnem meg... Civatott a rendőr. Bemelegítő körnek egyébként nagyon jó. Mármint ez, mert pont még így viszonylag egyszerű, hogy már ezeket a pályákat annyiszor végig jártam unalomból, ne kérdezzétek miért. És pont ez az, hogy már azért ismerem legalábbis ebbe irányból. Hát visszafele lesz majd, hát baromira érdekes, de az majd a következő kupa lesz, meg majd az utolsó. Úgyhogy most még jók vagyunk, és igen, majd mindjárt jön az, hogy amúgy csalni fog a játék, és most mindjárt bedob magának, ami kurva jó időt. Ehe. Már így is 40 másodperccel verem meg. Most jön... Igen, most volt Bern, most jön Kyoto, aztán Washington, és kész az első kupa. És igen, egyébként ezt a 69-es Corvette-et szeretem használni, mert amúgy... Hát... gyors is, de még viszonylag irányítható. Szerencsére is nem olyan farolós típusú autó. Ellenben a Jaguarra. Azaz, neki ment a kerítésnek a rendőr. Gratulálok. Ez szép volt a füször. Ez most nézem, most rendereltek ki, azt küldte, de az igen, ez meg mekkorát repül. Igen, a játék pofátlansága, ha hozzámersz érni az ellenfélhez, egyből farolsz. Ugye? És tudod mi a durva? Na ez fog szólni most végig minden egyes kupán. Amúgy minden pályának van a saját zenéje, de valamilyen oknál fogva, hogyha ezt egy valamelyik kupát nyomom, akkor csak az első pályának a zenét adja be. Igen, itt kötelezően be kell fékezni. Különben még nem szopad be így ez az AI, hát a keresztforgalom. Ja igen, a másik érdekesség a játékkal kapcsolatban. Most még a TVR az még hagyjál már egy lófasz. Igen, ez a pálya TD5-ben is benne van. Ugye néhány TD4-es pályát átportoltak az ötödik részbe is. Ez pont olyan, mint a PC és Need for Speed-ek. Hogy ugye a Need for Speed 4-ben benne vannak a Need for Speed 3-as pályák is bónuszként. Ez körülbelül az a fajta mentalitás. Na. Gyönyörű volt. Úgy tök jó, hogy igen. PS1-es változatban bugos a pickup. Így eltűnik az oldala. És nem az emulátor. Konkrétan a PlayStation 1-es változatban tényleg ilyen hibás.
konzolon is, tehát rendes konzolon is megnéztem, és tényleg ilyen hibás a textúrája. Túl sok a poli a PS1-hez. Egyébként az a röhelyes, de most képzeld el. Ugye hát még ott volt a tavalyi összehasonlító videó, amiben ugye pont például a TD4-et is ugye prezentáltam. És hát röhelyes, hogyha ugye nem amerikai PlayStation-ed van, tehát ha rendes európai, tehát így ami nekem van, az 50 Hz-es európai szabványú PS1-ed van, akkor ha benyomod a PS1-be a TD4-et, az AMCSI változatot, mert azt hiszem Európában ki is lett adva, akkor eltűnik így helyenként a pálya. Konzolom. Mondnám azt, hogy ezt most megmutattam nektek élőadásban, de most nem konzolról nyomom, pont emel hiba miatt. Szóval sikerült megoldani? Ingon sincs. Azt egyszer, azt lehet megcsinálom majd egyszer, hogy Discordon majd kivetítem. Majd így hétvégén. Ezt kivetítem nektek, csak szóljon majd valaki, hogyha érdekel a dolog. Megmutatom majd. De egyszerűen haláli. Ez igen. A TVR mind a Jaguar az így neki szaladt. Na azt, amit ennél a kanyarnál tudok... Warride-olni. Így van. A Warride a barátom lesz. Nem fakultak. Ugye pont ez volt egyébként, amit ugye csináltam tavaly összehasonlító videót is, ugye az volt a lényege. Hogy ha módosítva van a konzol, akkor képes, hát én mondjuk most már ezt is úgy fent tudtam, hogy ha eredeti játékot, amerikai változatú játékot teszel be európai konzolba, attól függetlenül, hogy chippelve van-e a konzol vagy sem, nem működik, viszont ha írott AMCSI játékot teszel be egy chippelt konzolra, tehát az benne volt, akkor viszont működik. Egyébként ez tényleg érdekes, mert ugye mi van nekem NFS 4 PS1-re, az amerikai kiadás, tehát a High Stakes, azt nem játssza le a PS1. Úgy, hogy módosítva van a konzol. Viszont, hogyha az írott változatot helyezem be, és indítom el, azt elindítja. De csak az írott, másolt lemezt hajlandó elindítani. Vagy hát abból is ugye az amerikai változatot azt úgy hajlandó elindítani csak. Meg aztán a japánt is. De ha európai kiadásról van szó, akkor az bármi lehet. Írott, eredeti, az neki mindegy. PS2-n meg csak eltűntek a színek. Ezt jó, hogy mondod, lehet ki kéne próbálja majd PS2-n. PS2 még nem próbáltam meg. A PS2 az hál' Istennek tudja fogadni a PS1-es játékokat. Csak be kell kapcsolni a úgymond a PS1 módot, ugye abba kell belőni. Közben tök jót elvitatkoznak ezek. Mással, mert most a full egyenes szakasz. Igen, egyébként ugye amiatt fekete a hátulja a lemeznek. És az idiótájét befékezzél, meg beragyolok. Mert pont ez az, ugye ez az anti-piracy dolog miatt működik ez így. Jól elküldted. HDR, no HDR. Jaj, megvan a első kupa, na akkor Championship. Nem is tudom, ezt mennyi idő alatt csináltam meg? Egy 20 perc. Az jó. Na most kb. 40 perc lesz a
ezt megcsinálni egyébként. Mert ugye mind az oda, és mind a visszafele pályákat csinálom meg, viszont szerencsémre most nem játszik a Jaguar. Igen, és ez azért lényeg, mert ha nem, nincs a Jaguar, akkor innestől kezdve egy kicsit könnyebb dolgom van. De mondom, csak egy kicsit. Mert be tudom húzni viszonylag az első helyet, csak hát még ugyanúgy vannak zavaró tényezők, mint a forgalom, meg a többi versenyző. Már csak ezért is. Hehe. Kihasználom az idióta AI-nak bizonyos lehetőségeit, például ezt, hogy idiótán vezet. Hát igen, a render az most nagyon rám van szállva. Na igen, ilyenkor van szopacs. Hát igen, van amikor az autóknak az alja eltűnik. Hát meg ugye módosul a modellje. Ugye attól függ, hogy milyen távolságra van tőlem. Szóval igen, egész érdekesre sikerült ez a változat. Hát a PC se néz ki szebben. Tehát nincsenek ilyen problémái, textúra eltűnések. De ellenben kamera glitch az van. Ó, ez most nagyon nem adja ez a pálya. És itt pontokra megyünk. Na, ahhoz képest azt mondtam, hogy Jaguar nem játszik, kicsit könnyebb. Hát, egy fokkal. Egy pillanatra fagyos lett volna a hangulat, hogyha elkapom valamelyik autót. Itt meg mondtam, én itt nem akartam elkapni, mert ha sikerül a Wallride, akkor amúgy tök gyorsan bebírom venni ezt a szakaszt, problémamentesen, de hát nem sikerült. Túlságosan elpattantam a foltól. Ez az, ő meg neki szaladt egy mininek. Úgyhogy még visszahoztam az első helyet. Kell kötelezően, mert itt ugye pontokra játszunk. Hát majd a Pitbull Cup. Ott nem mindegy ám a dolog, mert ott nem az van, hogy nem szabad utolsónak lenni, ott nem éppen knockout a lényeg. Csak és kizárólag első lehetsz. És hogyha nem sikerül, akkor baszhatod. Tehát ez pont olyan egyébként, hogyha valaki a Pitbull Cup-ra rámenne, mint mondjuk speedrunolni azt. Tehát, hogy normálisan, hogy mondjuk itt tudom én azt mondom, a Pitbull Cup-ot speedrunom. Ami egyébként tökre ugyanaz időben, mint a... mint az első, mint a Champion, nem a Challenge Cup. És annyi, hogyha nem sikerül az első helyezés, akkor Run's Dead. A játék megadja neked a lehetőséget, hogy előről kezdheted. Lehet leszek ilyen állat, aztán megcsinálom majd. Azt meg kéne majd nézni, hogy mert... vagy pont lehet, hogy azaz, hogy neki fog majd egyszerülni annak, hogy... majd a komplet TD4-et... tehát komplet TD4 speedrunolása. Nem az, hogy csak egy kupát, komplet TD4-et speedrunolni, és azt az időt feltölteni. Hogy lehet erre egyszer rá fog feküdni, hát ha mondjuk működhet. De azt néztem, hogy amúgy Test Drive 4-et nagyon nem speedrunolta. Nem az, hogy senki, mert a pont ebből a kupából, amit most csinálok, van egy speedrun, egy kevesebb, mint 40 perces, valami 37, nem tudom mennyi idős menet van. Azt majdnem egyszer sikerült összehozni. Mert az tök jó lenne összehozni, hogy azt az időt megdönteni ezzel az autóval. Vannak ilyen állatságok, és azt hiszem, hogy ugye komplet Wolfroot azért lehet úgy feldobni, hogy itt a komplet TD4, minden egyes kupa, all cups.
azt szerintem meg fogom csinálni. Úgyhogy... Hát ha már tegnap itt nagyon mondták, meg úristen azt a tegnapit, ezt tényleg muszáj mesélni. Röhelyes. Tehát ugye pont az az, hogy nem hiába írtam a címet úgy, ahogy. Ugye tegnap bejött két külföldi. Kicsit értetlenkedtek meg minden, de hát türelmesen elmondtam minden dolgot, hogy satöbbi, satöbbi. És már ment aztán a faszkodás. Úgyhogy ugye kaptak egy-egy bont. Erre egyébként az egyik srác, mert most meg ugye Twitch-en lehet ilyet csinálni, hogy kérhetsz, vagy küldhetsz egy kérvényt arra, hogy szedje ki a csatorna tulajdonosa bont. Érted, olyan indokkal írta azt meg, hogy tanulj meg speedrunolni. Amikor elmagyaráztam egyébként azt, hogy mondom, nem world recordra megyek, hanem mondom, saját időt döntök meg. Ezt így elmondtam neki. Mert ugye az volt az egy probléma, hogy ugye használtam a szívet. Mondom, tudom, hogy mondom, nem lehet szívet használni. És erre érted, hogy ilyet bevág az Amben kérelemre, hogy tanulj meg speedrunolni, meg elutasítottam neki azzal, hogy tanuljon meg címet, meg teget olvasni. Úgyhogy... Ja. Királyság volt. Ez pont tegnap este, nagyon a vége fele, pont az utolsó pályánál sikerült ezzel a szarsággal telibe találni. Úgyhogy nagyon jól telt a Quake stream. Kb. 3 órája azért jól telt, tényleg normálisan, meg minden probléma mentesen, utána az utolsó 5 perc mert sikerült jól telibe találni a hülyeségükkel. Úgyhogy nem igazán értem néha az embereket, meg ráadásul pont ezeket a külföldieket is, hogy akkor nem is értem, hogy ha az ember normálisan hazájuk szól, akkor miért kell még faszkodni. De úgy voltam vele, hogy hát akkor nem szórakozok vele, hát akkor szépen fogom, aztán van. Hogyha nem akarja megérteni, amit mondok, akkor e van. Jej! Igen, na ennek a pontrendszere amúgy nagyon vicces. Tehát... különbségeket nagyon viccesen szokta szétosztani, mert hogy is van? Az első, most várja, 19 pontot adott, a másodiknak adott 17-et. Viszont azt hiszem... 16-od ad, ha aztán te vagy a második helyezett? Tehát egy kicsit csal azért a pontrendszerrel is. Tehát itt pont ez az, hogy ez a játéknak kifejezetten abban nehéz, hogy gané az AI, mert nem lökheted ki, de ők kilökhetnek téged minden mennyiségben, és kókányol a rangsorolási rendszerrel, ami akár vagy az idő, vagy a pontnak a függvényét adja, tehát hogy mi alapján rangsoroltatja be itt a résztvevőket. Jó, rendőr itt az út közepén, hát neki is szaladtak. Tök jó, az út közepén kocsikázik a rendőr. Na, ha ez a Pitbull kupa lenne, akkor most az első hely az összejönne. De az majd a következő lesz. Hál' Istennek de amúgy a következő az csak pont azt a... felét adja, ami volt most az előző kupában. Se többet, se kevesebbet. Pontozta, mennyi? 4? Kiswick, Sanfran... Kyoto, Bern, 5. Mert ugye Washington is
úgyhogy többé ezek vannak. Mert utána meg hát most ennél a kupánál meg 10 verseny van, mert ugyanaz, mint az előzőnél, csak még visszafele is. És ráadásul másik napszakba. Úgyhogy Keswick az ilyen téren a legnagyobb szívás ever. Mert hogy nincs világítás, este megyünk, és akkor nem látni szinte semmit, és pont még az alagutak okozzák a legnagyobb problémát, amikor annyira egybeolvad a forgalom, tehát hogy nem látod. Úgyhogy néha röhelyesek. És ez az, hogy ha Washington megvan, akkor utána pont az lesz a következő. Úgyhogy ha nehogy Isten Keswicket elbukom, na azon nincs probléma. Mert utána, hogyha az összes többit meg tök jól meg tudom csinálni, akkor szinte teljesen jó. Úgyhogy majd mondtam, a Masters Cup-nál lesz amúgy az érdekes, hogy ott ugye különböző autóval is kell menni. Úgyhogy ezért ugye itt összeírtam a listát. Igen, ez az, hogy volt nekem egy kurva jó listám, csak hát ez az, hogy az összes többi cuccommal együtt elveszett. Amiből nagy részét vissza tudtam hozni, de például a játékaim elvesztek, ezek a romok, programok elvesztek. És például pont abban benne volt a játékok robok közt a ugyanez a CD4-es speedrun stratégia, taktika. Itt összeszedtem a pályákhoz tartozó autót az utolsó kupára. Az pedig Ultimate volt. És az a baj, nem emlékszem már rá teljesen. Szóval nagyjából összeszedtem. 55 pont. Mint egy kicsit aláznám az AI-t most. Mondjuk ez van, amikor a Jaguar nem játszik. Olyankor én vagyok az Ultimate első helyezett. A többiek tök jól elbénáznak. Hát ez az, hogy itt már most tényleg minden pályát ismerek. Meg hogy egyáltalán hogy a forgalom is hogyan helyezkedik el. Meg hát hol szeret szivatni. Mondjuk az például elég érdekes volt. Igen, és ne kérdezzétek, hogy itt utána piszok gyorsa. Jó van. Jó, piszok gyors itt már a AI. Meg tök jó visszarakott a játék, hát... De kedves. Itt középen, teljesen. Azért volt az, hogy az előző kupánnak kellett egy kicsit lassítani, hogy ha teligázzal megyek, ott úgy biztos, hogy elkapom a jobbról érkezőt. Még így meg szerencsére megúszom, de valamikor itt a szélén szokott lenni autó. Lehet, be fogom szopni egyszer. Egy direkt lefékeztem. De szép ez az emberke. És nem volt arca. Hát micsoda arcátlanság. De ennyi rendőrt, te Jézusom. Na, itt meg neki mentek egy autónak, tökéletes. Ugyan szívták meg.
Igen, ezen a szakaszon itt nincs autó, egy darab se. Ez nekem teljesen jó. Igen, mondjuk amúgy eszembe jutott. Itt a... Na tessék, itt nem kapok csak 17 pontot. Ja, például akkor ez a kókányság eszembe jutott. Ugye eddig 19 pontot adott az elsőnek, tehát így nekem. Most nem ad csak 17-et. De a másik helyzetnek meg csak 12-t adott. Szóval nem tudom mi alapján pontoz. De ebbe is nyúlkál. Itt a... Ja, baszk, elfelejtettem a mérföldperórát átírni kilométerre. Na mindegy. Mindegy, apróságok, nem olyan lényeg. És ezt most hirtelen láttam, hogy mondom 202, de mondom, ja, bassza meg, az mérföldperórában. Ne van. Úgyhogy ez most így marad. Ezt a legelején kellett volna csinálni. De neki vágódtam a falnak. Ejjjj! Na várjál, jön a rendőrbá. Rendőrbá nem vicces. Rendőrbától óvakodni kell, mert ilyen hülyeséget csinál, hogy jön, és egyből elkezdek lelassulni, és utána megállok. Ja, ez meg a másik kedvencem. Megyek üvön, még azt mondom ott, oké, okay, megértem, hogy miért lassul az autó. Fölmegyek a járdára. Mi az a hülyeség, basszus kulcs, hogy egyből elkezdek írtó mód lassulni. És ez mind a három részben megcsinálták. 4, 5-ben, meg a 6-ban is. Hogy járdára mész, baszki, és ott lassabb az autó. Mi a logika ebben? Mert ha most, érted, ha úgy lassolok, hogy amúgy én potkánra felmegyek, meg minden, azt mondom, oké, az érthető. Mert azért az autót teligázzal nem potkázod meg. Na itt aztán a rendőr jöhet. De tényleg most nézem, hogy milyen fura, hogy el van csúszva a kép. Na, most meg 19 pontot kaptam. 91. Tehát így, na azt néztem, hogy a Kuda az mögöttem 46 ponttal jön. Hát akkor várja, mennyi? 45 ponttal vagyok előrébb. Jaha, na most sem kézügy 2. De ezért jó egyébként emulátoron játszani. Jobban látom egyébként a fényeket. Na, érted? Itt a Kuda nem bírom megelőzni. De viszont Kizvik 2-nél, na ez a kedvencem. Itt bénáznak, mert tolnak egy minit. Mindenestől kezdve itt már bebírom őket előzni, és első hely.
Ja, nyilván neki melyik a falnak, egyébként elkezdek eléggé durván farolni. Ups, megkocoltam a rendőrt. Egy csöppet. Csak azt elnézem, hogy azért visszafelé is eléggé adja azért ez a pálya. Tényleg azért dobál össze-vissza. De jön ám a rendőr, azt a betyár. Nem szarozik. Mondjuk lehagyhatna már a francba. Adja már fel. Nem nagyon akarja ez a baj. Na, valahol beszoptak. Nem igazán, mert azért tudja tartani a lépést velem, most már pláne. De ha beelőz, bazd meg. És elkezd engem belassítani. Olyan ideg száll meg majd. Hogy még a sátán is bazd meg elbújik. Na ez szép volt. Na ilyen 360-ot. Ilyet csináljon meg valaki utánam. És úgy látom, a rendőr most már végre megbaszódott, úgyhogy királyság van. Viszont azt látom, hogy a TVR az jön. Azt hiszem ő van tán kék pöttye. Na, a rendőr meg már jön. Remélem neki mentél valakinek. Na most gyere! Bum! Megjött. Sziréna. Nagyon fantasztikus. 110 pont! Hát... itt erős. Egyébként ez az, hogy azt számolva, hogy ha 20 perc alatt sikerült a Challenge kapot, vagy 40 perc a Championship kapot. Ugye ugyanannyi idő lenne ezeket megcsinálni, akkor azt számolom, hogy olyan bő 2 óra lenne egyébként a játék. Az igen milyen hang van. Konkrétan ezt így kúrják egymást az autók. Szóval minden szép és jó, akkor ilyen bő 2 óra alatt egyébként sikerül a játékot végigvinni. Ez tök jó lenne. Én mondjuk hirtelen 3 órát satszoltam. Mondván már csak azért is, hogy lehet valahol el fog mélyen bénázni. És ez már a vége fele lesz, vagy hát úgy értve, hogy a Pitbull Cup. Azt a micsoda driftet verettem. Na igen, itt fölfele vicces.
Itt neki megyek, nézzének, ja igen, illetve hogyha ugratok, akkor már picit lassabban megyek. De úgyis utol fogom érni például azt a 300 x-et, Isten áldja meg, csak hát ez mi? Na! Elpöcköltem, érted ezt az autót. Jó van, ez gyönyörű volt. Se baj, még van esély. Na most már úgyis a gyorsforgalmi út jön. Kész, ennyi. A TVR a rendőrt megerőszakolta, és ő után meg most megyek és elkapom a seggét. Ennyi bazd meg. Fogom, már első hely, itt van. Nyilván ilyen kis zicser, hogy neki megyek egy picit a falnak, hát az ugye kicsit meglátszódik. Elkezdett már utolérni a valamelyik, aztán egyből le is hagytam. Na itt aztán a rendőr jöhet. Duda. Pontokat most nem néztük meg, de nem is baj. Mert így is első vagyok, tehát most eddig zsinórban hoztam az első helyet. Ben 2, jej! Ugye ez a Ben visszafele. Itt pont jó, mert itt egy jeges úton megyünk most. És igen, ez a durva, hogy például ezzel az autóval azt azért megoldani, hogy ilyen jeges úton menjek, hát... Micsoda sebesség. Sőt, azért ez eléggé durva. Micsoda kerékcsúszálkolás történik. Ja, igen, az alagutas rész ez nagyon jó. Ilyenkor, hogy visszafer a kanyargós, meg minden, nem igazán látom, hogy na most pontosan hol van forgalmi autó. Belső sávon vagy külsőben. Ez főleg ennél vicces. Igen, ott látszódik a pálya. Egyszerűen zseniális. Erre azért nem éppen gondoltak. Hogy mennél neki egy autónak? Remélem neki szaladsz valaminek, mert szeretnék sírva röhögni. Ráadásul pont rendőrnek. Na dobb, hogy nem sikerült a sírva röhögés, de azért kinevettem.
Ezért jó néha a forgalom bekapcsolás jelleg. Az könnyíteni tudja a dolgomat egy kicsit, hogy utol tudom érni. Akár a Jaguart is. Igen, tudom, hogy mondjuk van, amikor azért engem is meg tud szopatni, de hát... Az már mellékes. Igen, nagyon megy most itt a kanyarodás. Viszont hál' Istennek nincs most akkora forgalom itt, majdnem szinte semennyi. És előtt most itt abszolút nem volt egy darab autó se. Itt a király. Wall ride! És ezt is vittem. 19 pont. Jön Kyoto 2. Milyen gyorsan nyomtam. Haha. Így kezd pömelni az X-et amúgy. Az őrült. Hát de most már igazából tényleg felesleges nézni a pontszámokat, szóval. Ha a zsinórban megvan az első helyek, akkor... Valószínűleg egyébként, ha most elkezdem például összeírogatni azt, hogy egyes pálya hány pontot ad, akkor legalább tudnám például azt, hogy mit tudom, ugye lehet például azzal számolgatni, hogy akkor mi újság van. De hát, hogyha sikerül minden pályát úgy megcsinálni, hogy első vagyok, akkor igazából teljesen mindegy. Tehát majdnem ebben a játékban arra kell tényleg törekedni, hogy csak első legyél. Már csak azért, mert ugye a következő kupa is azt mondja, hogy csak első lehetsz. Úgy, most pont az lesz a következő. Biztos igaz, hogy egyébként ott a Jaguar játszani fog. Ez igen. Milyen jó kontrollálható autó. Ez meg itt gondol egyet, és majd mindjárt sávot vált. A záró vonalon belül. Ez is nem tudom, mit csinál. Jaj, de tudtam, miért pont a külső sávon kell lenned, de... Ez igen, baszki. És kész, innestől kezdve a rendőr autó már nem szolgál tovább. Ott megy el előtte négy autó. De nem, engem kell piszkálnia. Rendőr logika. De az a durva, hogy ez minden egyes ilyen régi, 90-es évekbeli játéknál, ez egy böszpe buzi mechanika. Csak veled foglalkozik. Bár érdekes, és ebben a játékban azért viszonylag meglepő, hogy előfordul, hogy a rendőr nem csak téged kezd elüldözni. És ez csak és kizárólag a PlayStation 1-es változatban csinálja ezt meg. És előfordul. Legtöbbször téged piszkál, de előfordul, amikor azt mondja, hogy jó, hogy nope. Azt hiszem, tehát akkor csinálja ezt, hogyha ha két ugyanolyan autó van, akkor azt hiszem, tehát nem is tudja megkülönböztetni. Talán. Most ebben nem vagyok benne biztos, de mintha így működne. Ez igen. Hallottam, hogy valahol egy csikorgott a gumi. De hogy hol? És 19 pont.
Tetszik az a kép, amit kitettél. Discordra. Hát ez gyönyörű. De láttam egyébként, azt hiszem tegnap ment a posztolás, hogy a, már a zöld térrel is baszkodik, de atya úristen, tehát kezdve azzal, hogy baszki annyi helye van, ja igen, egyébként mindennel baszkodik, de hogy annyi helye van, tehát mennyi egy nappali konkrétan? Nappalit foglal el, és nem bír egy kurva green screen cringe-se összerakni. Ja igen, a gamer széket se tudta összerakni, tehát egyszerűen, hogy lehet? Valaki baszki ennyire életképtelen. Tehát amikor ott van a papír az összeszerelésről, mindennel kapcsolatban, még a széknél is, és általában igen, ugye az a szokás férfiaknál, nálam is, hogy a kézikönyv búzis. Csak az a baj például, amikor a széket se raktál össze soha büdös életben, vagy például szarul raktál össze egy PC-t, és ezt tudom én aláírni, én ilyeneket szoktam csinálni, akkor azt mondom, hogy hát, lehet, hogy kell az a kézikönyv. Na most, nálam, vagy hát ha jobb gondolom, csak használt kézikönyvet, és még ha így csöbírt összerakni, akkor hú, de még Lego csöbírt összerakni, semmit, tehát mint egy VS telesopos emberke, pont olyan életképtelen. Nem érted, hogy hová megy a víztartály? Hoppi, na erre a keresztforgalomra nem számítottam. De a hosítót is tele töltötte tejjel, azt ment mindenhová. Jézus, Atya, Úr, Isten. Én csak azt tudom mondani, hogy abban reménykedem, hogy nem leszek pont olyan életképtelen, hogyha már, mit tudom én, egyedül élek. De szerintem kizárt dolog. De tudom magamról, hogy például nem tudok sütni. De kávét csináltam már magamnak, nem egyszer. Hál' Istennek a mikrót tudom használni. Még vízforralót mondtam? Azt nem mondtam, azt is tudom használni, mert nem egyszer használtam. Igen, itt meg tök jó, hogy a forgalom itt gondol egyet, és így keresztbe megy. Szóval néhány dolgot én azért tudok használni, úgyhogy... Igen, a pizza sörrel azzal nincs gondja. Igen, mert nem kell neki főznie ez például. Most gondolj bele, ha most baszki, nem lenne pizza. És mondjuk arra kerül sor, hogy jó, hát akkor tasakos leves mondjuk, egy smekleves. Én komolyan mondom, sírnék a röhögéstől, hogyha azt elkezdeném megcsinálni, és nem tudja az se, hogy azt hogy kell. Én sírnék a röhögéstől tényleg. Mert az a baj, hogy tudom, hogy kitelik tőle ez. Tehát ha bármit csinálnia kell, tehát konkrétan a két hülye kezével valamit csinálnia kell, az már nem menne. 183 pont? Jesus! Na, kevesebb mint egy óra alatt összehoztam a két kupát. Na, akkor jön a pitbull. Időközben, hát akkor megyünk a következő kupára. Olé! Szóval fájdalom azért ez az ember, és ez a legszörnyűbb benne. Igen, itt írja, hogy finish first, qualify. De elsőnek kell lenni, és itt sincs Jaguar, az utolsó nem lesz majd Jaguar. Heh, kis genyó. Na, szóval az a megdöbbentő, hogy itt Twitch-en többen nézik őt, mint engem, de csak azért, mert ő mennyire kretén, hogy nem ért dolgokhoz. És kizártnak tartom, hogy ezt megjátsza. Plafonra fel... Mit csinált? Feszegelt... Sörnyitót? Mi a szarnak?
Tehát nem igaz egyébként, tehát... Hát igen, szóval... Hát abban tényleg azt mondják, hogy a lustaság kreativitás szül. De baszki. Én vagyok olyan lusta, hogy ilyen hülyeséget például nem csinálnék, hogy a plafonra egy sörnyitót ragasztanék, tudod miért? Na most mögöttem van a kulcsom, amin egy sörnyitó is van. Úgyhogy fognám, csak hátrafordulnék, ott a sörnyitóm és kibontanám a sört. F. És ezt tőlem hallottátok, mint lusta embertől. Nem azt mondom, hogy a leglustábbtól, de a lusta embertől. Ez igen. Das ist 360. Itt meg most forogni fog a rendőr, az a jó kérdés, hogy mennyire fogja megbaszni a többieket. Ja, igen, azt hiszem pont láttam, mert ott a izével próbálkozott, a Dirt Rally. Hú, azt hiszem a 2.0, amelyik már most támogatja a VR-t. És azzal baszkodott, és nem értette, hogy miért nem működik. Ja, meg jött tényleg a HTC Vive, mert ahhoz kell például tér. Ahhoz is. De ugye főleg a hülye szenzorok miatt kell ugye neki tér. Tök jó lenne egyébként VR-ozni most viccet félretéve. Az megfordult a fejembe, ugye érdekel most már, csak az a baj. Hogy például amely játékok tényleg érdekelnének, mondjuk például PS-re, ahhoz is bazd meg kell hely. És ez nincs. Tehát ide például, vagy hát nem is az, hogy ide, de tök jó lenne green screen, szeretnék használni, de arra sincsen hely. És úgy mondjuk VR-ozni nem poén, hogy mondjuk így leülök a kontrollerrel vagy a billentyűzeten játszani, aztán nesze neked. Az úgy nem vicces. Pedig mondjuk lehet, hogy a Resident Evil 7 az vicces lenne úgy. De nem is tudom, tényleg. A PC-s változatának van VR támogatása? Azt nem tudom, hogy várjál, hogy szöveggel lehet-e, vagy nem lehet-e fölvenni. Szerintem... Lehet, hogy még nincs ilyen. Talán. Hogy várjál? De mit hallottam volna, hogy valami tartozék lett volna talán az Oculusra, de... Mintha. Nem vagyok benne biztos, de mintha hallottam volna, hogy lett volna valami ilyesmi. De amúgy ja. Tehát a VR az amúgy tök poén lenne. Mert pont a izé, amit néztem VR-ba, pont a Superhot-nak a VR változata, mi volt? A Beat Saber is például érdekelne. Az Audacity-t szerettem, nem, mi, vagy nem, hogy a faszomtól hittek? Bocs, ilyeséget mondok. Mi volt az a játék? Audio Surf, az eszembe jutott. Például szerettem, az meg is van. Meg... Közben néztem, volt egy kis frame drop. Meg nem is tudom, várjál, mi volt. Ami VR-ban... Hát a Resident Evil 7 se lenne rossz amúgy VR-ba. Nem is tudom, volt még valami, ami úgy érdekelt. A fazmofóbiát is lehet egyébként VR-ba játszani, az milyen lenne már. A para az biztos. Bár fene se tudja, mert ugye már nagyon játszottuk a játékot, meg minden, szóval... Ugye nem tud már minket paráztatni. Viszont írtél. Nagyon helyes.
Ja pont a legtöbb ilyen szimulátorjátékhoz ugye van, meg pont Project Cars-hoz van. Igen, láttam, hogy elküldték két linket, nagyon szépen köszi. Majd akkor stream után próbálkozom vele. Még várjál, azt hiszem nem a Gran Turismo Sportsba is van VR. Meg a izéhez tudom volt VR, a... A... Mi volt az első... IS4-es versenyjáték, ami engem is érdekelt. Nem lesz olyan szép, mint az eredeti, de majdnem. Ja, akkor megcsináltad a színkeverést? Hogy ne baszkodjak vele. Úgyis jó. Variáltál, aha. Oké. Okay. Hát a lényeg az, hogy tényleg, hogy ha beillesztem, akkor már ne legyen ez a zöld bug. Na, tessék, itt a ritka példa. Most már a Viper-t üldözi a rendőr. De baszki, és nem leszek első, mert itt szopat most meg az AI. Ez hihetetlen. Jó, mondjuk a Viper-t most megállította a rendőr, de... Hú, de hát jó lenne beelőzni. Pont most nem kéne itt a végén elbukni a San Francisco-i pályánál. Contravention opció? Hát... Új, mondjuk, ha... szemüveges lennék, én biztos igaz, hogy inkább szemüveget hordanék, mint sem contravention-t. A szinte tuti. Én kontaktlenségre nem mennék rá amúgy se. Tehát az, hogy szemembe nyúlkáljak, még van, amikor a izét is kurva szar csepegtetni, ha nagyon muszáj a szemcseppet, az sem megy. David, meg látom megint alkot a fordítgatással. Zel van a gyerek, ha játszik. Így, és milyen meglepő, hogy eltelt egy óra, és még mindig nem jött föl. Azt a betyár. Ezek szerint nagyon el van foglalva a gyerek. Hát kopogjuk le, hogy ez így is maradjon. Dur. Előveszi Dávid az arc alkalmazást? Igen. Ez szinte biztos, de... Kicsába az a helyzet, hogy... Annyira kreatív hangulatomban még nem ültem le most eddig a Szabi alatt, meg most a héten se túlzottam. Tegnap fel tudtam venni két videót. De még a Best of-hoz például nem sikerült még felvenni, amit akartam. Na majd. Talán lehet, hogy holnap meg fogom tudni csinálni. De most már lassacskán összeáll a Best of. Na most már belepótoltam azokat a Twitch klippeket, amiket még írtatok. Meg... Fejem bátyja elküldte a monológiát. Úgyhogy... eddig haladás. Úgyhogy egyébként az a jó, hogyha most még sikerül nekem felvenni a... ezt a konferálást, meg köztes részt, akkor már csak a monológ hiányozna csak, és akkor... teljes a best of. Ami azt jelenti, hogy akkor jövő hétre készen lenne. Hát igen, mert várjál, hát ugye nem tudom, hogy... Monológ kötelező? Hát... Ha nagyon nem tudsz semmit mondani, akkor nem. Aki tud, aki akar, ez kb. Olyan szintű. Az a baj, hogy nagyon én sem tudok monológot hova tenni. Hát, már maximum csak a
pont azt a 10 órás live-ot tudom mondani. Úgyhogy nekem például a monológom szerintem baromi rövid lesz. A fején elküldött érted egy 6 perces monológot, mert még nem hallgattam bele. Nem fog benne szirénázni? A monológba? Ha nem küldi el szombatig, akkor nem. Mert írtam neki szombaton, hogy mondom a héten érek rá szerkeszteni, mert mondom szabad vagyok. Ő van egy hete arra, hogy elküldje, megcsinálja, elküldje. És hogyha nem csinálja meg, akkor nem lesz benne pont. Én rá nem fogok várni. De miért engem szopat a rendőr? És tök jó, hogy most itt megint a vége fele szívott meg. Most a 300 ZX-et utol kell érjem. Úgyhogy ez a helyzet. Úgyhogy például... ha elküldi nekem... még szombat estig... akkor benne lehet. De ha nem... akkor sajnálom. Hehe. Remélem a TVR most nem fog megszopott még azzal, hogy beelőz. Mert ez már itt a cél. Hogy jöhetnek a fogadások, elküldi vagy nem. Azt már például Dragon Rider elbukta, hogy egy nap alatt el fogja küldeni. Pedig azt megtippeltük, hogy mivel én írtam neki, valószínűleg megtörténik, de nem. Nem történt meg. Úgyhogy most már ezek után tényleg most például a következő tipp az az, hogy vajon el is fogja elküldeni. Mert én nem fogok neki még egyszer szólni. Annyira nem érdekel, hogy szóljak neki, hát... ő érdeme igazából, hogy akar-e szerepelni videóban vagy sem. Mondjuk így is fog. Inkább ne küldje. Ja igen, mert tényleg ugye a következő tippünk ugye tényleg az volt, hogy na miket fog felsorolni. Nem tekint rám Öriborinak? Ez az. Ez a helyzet, hogy az boldogsággal töltene el, hogyha ez így lenne. Há, 30 perces monológot mondan el! 30 percet nem teszek bele. Azt megoldom, hogy akkor meg agyonvágom. Nem fog akkor csak 10 másodpercet mondani. Nem ez a... beköszön, aztán elköszön. Ebből én lennék 25 perc, na azt instant ki is vágnám. Megtehetem, mert én szerkeztem. Haha. Sőt, mi több. Nagyon gonosz akarnék lenni. Sőt, ez nem igaz. Várjál, ha nagyon gonosz akarnék lenni, akkor nem lesz benne egyáltalán. Viszont, hogyha jó fej akarok lenni, akkor úgy hagyom, ahogy. Viszont az igazságos dolog az lenne, hogy a rendezői változatban annyit beszélhet, amennyit akar, azt meghagyom, viszont a rendes változatban meg csak beköszönhet, meg búcsúzhat. Vágtál a monológiából? Nice. Benne lesz, dobjak rá mínusz 40 decibelt. Figyelj, szabadon foglak, mínusz 40 decibel meg lesz. Kíváncsi leszek az, mit jelent nála egy hangerőben, hogy akkor mennyivel lesz halkabb.
8 percet küldött. Hát jó, fejjel 6 percet küldött, úgyhogy azt mondtam neki, hogy mondja, hogy kérdez, ez remélem elég lesz, mondom. Bőven? 6 perc? Miről? Én nem tudok annyit beszélni most. Ja, hát igen. Azért lehet, hogy most is így lesz, hogy fene se tudja. Nem tudom, mert a izét még ugye várom tőle, meg a... Ja, meg ugye, meg Dragon Rider-től is, ugye most szó volt arról, hogy akarunk az évjátékos eredményhirdetést is megcsinálni arról videót. Hát arról még nem kaptam meg a hangfelvételt. Pedig már most szerintem nem fog ráérni, csak a hétvégén. Még holnap tudom szerkeszteni, meg megpróbálom fölvenni, amit még én akarok a Best of-ba. Utána pénteken abszolút nem fog tudni a videóval foglalkozni. Szinte tuti, mert délután nem is leszek otthon. Este fele leszek. És hétvégén is ráérek még foglalkozni vele, de már jövő héten, ugye mondtam, hogy mondom, eléggé visítva. Úgyhogy hát a Best of-ot is ugye jó lenne megcsinálni még minden, mert azt mondtam, hogy mondom, megcsinálom a képi részét. Mondom, jó lenne akkor a mondandókat beadni. Az nem probléma, hát mert ha mondom, tehát hogyha nagyon nincs mit mondani, akkor tényleg akkor... akkor nem gáz. Na most én is egyébként gondolkozom, hogy egyetem mit tudnék mondani most az idei évről. De túl sokat nem. Úgyhogy szerintem az enyém az ilyen 1-2 perces lesz csak. Vagy se. Tudom, még Dávid még mindig baszkodik a fordításokkal? Igen, ja tényleg, mert várjál. Most azon gondolkozom, hogy Dávid is akart a Best of-ba valamit beletenni, még néhány drofulos részletet, azt hiszem. Akkor még azt is várom tőle. Ja, az intrót még tényleg. Az intró hiányzik. Én közben most nézem, befejeztem ezt a kupát is. Nice. Most fel se tűnt hirtelen. Annyira jól elpofáztam most ezt a kupát, hogy fel se tűnt. Az nagyon hosszú lesz. Jesus Christ. Akkor azt lehet, hogy még jó lenne, hogy elküldené. Akkor már még lehet, hogy... Na, csak fel kéne bevegyem azt a... Ott az A. Tök véletlenül sikerült. Na, Master's Cup. Ja, és pont jó autóval megyek. Na, Master's Cupnál, közben akkor kicsit a játékra ráfókuszálva, ugye a Master's Cupnál muszáj autót választani minden egyes verseny előtt. És most jelen esetben... Corvette. Ja, szóval drófúlos, és hát ez jó hosszú lesz. Oké, akkor annak is kell egy külön izét szentelni, részleget. Jó van. De akkor az szinte biztos, hogy lesz még. Jó, csak mert ugye így is most össze kell szedjem. Mert tényleg, amikor ugye fölveszem ugye ezt a... bemutatkozást, meg mint tudom én, minden túrót, amit ugye te is csináltál tavaly, Balázs. Na, azt akarom összerakni, csak akkor össze kell szedni, hogy akkor mi az, ami benne lesz. Mert eddig ugye megvannak a... mindenkinek a beküldött dolgai. Ádámi egyébként most eddig nagyon tarol. Akkor ugye kap egy külön részleget a Twitch klippek.
akkor kap majd ugye a rendezői változathoz ugye az a rész, a monológ, meg akkor még a drawful-lal kell számolni. Bár várja, a drawful az olyan, ami benne is kell, hogy legyen az eredeti kiadásba, és nem csak a rendezőibe. Igaz? Oké, de most ez a verseny nem megy. Na mindegy, Dávidot majd még akkor hétvégén meginterjúvolom. Az intróval, meg a drawful-os részével kapcsolatban, hogy az kb. Mennyi idő. Jól látom, hogy a TVR van legelőtt, na azt tudom, kéne érjen most már. Pont itt nem kéne elbukni pontokat. Ja nem! Ja nem, játszik a Jaguar! Ah, I see. Na mindent értek. Ma azért mondtam, hogy mondom, tudtam, hogy most az utolsó kupában már játszik itt a Jaguar is. Nehogy már könnyű legyen. Ez az, hogy megelőzni lesz egy picit nehéz, mert valahol neki kéne menjen egy autónak. Ja, mert ráadásul ugye itt idő szerint megyünk. Tudom, hogy valahol neki baszódik majd. Itt, aha. Hú, de nem ment neki annyira, amennyire kellett volna. Az szomorú. Pedig itt amúgy neki tud úgy szaladni az autónak, hogy borul ő is. Ez a jó kérdés, hogy utolérem-e. Hogy be fogom-e tudni előzni, vagy sem. Szerintem nem. Nevermind, mégis. Épp hogy. Oké, okay, akkor a következő a Nissan 300ZX San Francisco-ba. Na hát, egy kicsit gyenge autót hozok. De ide pont bőven elég lesz. Mi a TVR? Anyát picsáját, majdnem neki mentem. Ja, azért ez kanyarodni tud. Ja, hát ugye nyilván itt ennél a szakasznál pont ezek a gyorsabb autók száguldanak. Nagyon dullván. Nem tudom, neki kocsolt egy TVR. A Jaguar is valaminek neki kocsolhatna már. Csak azért is, hogy bebírjam előzni. Mondjuk egy rendőr autót elkaphatna. Milyen csendes hangja van amúgy ennek. Hogy megy már azért ez a Jaguar? Kicsit pofám leszakad.
Komolyan mondom, itt a forgalomban lévő autók hangosabbak. Nem baj, hogy amúgy a Jaguar ott elment, ne? Le van kakálva. Engem üldözzél tényleg. Ups, neki kúródott a... valaminek. Uhú, én meg majdnem elkaptam ott valakit. Na, így kell szépen lemenni a lejtőn. Koccanás nélkül. A Jaguar azért jön, csak... hát hébe-hóba, hol utolér, hol nem. Ugye a hátrányát hol behozza, hol nem. Ups! Véletlen neki szaladtam egy autónak. Mondjuk még nem olyan gáz. Akkor van baj, amikor már borulok is. Ismét első hely. Ide beparkoltam csak úgy. Úgy is állunk, eddig az XJ220-as van mögöttem. Igen, következő ugye Bern akkor Sevel. Igen, hát azért a Chevelen látszik, hogy csöppet bagos a textúrája. Nagyon jó. Én neki mentem a Cobrának. Megint. Csak tök jó, hogy nem bírom beelőzni, és itt szenved előttem. Na véte. Milyen hangja van? Kicsit sem hallatszódik úgy, mint egy izomautó. Most tudom, pont mint valami Lada, vagy nem tudom. Ja, szóval itt a hangokkal nem éppen voltak tisztában. Ups! Ups! Hát igen, a két leggyorsabb autó itt. Get fucked, mate. Mondjuk mindjárt én is get fucked, mate. De most jön utánam valamelyik. Haha! A 300ZX! Szodjon! Na tessék, itt a Get Fugged. Meg a Viper is elhúz, na és jönnek a többiek. Hatodik hely! Yes! Ez nagyon király. Igen, ők nagyon tökéletesen veszik be ezeket a kanyarokat, tehát még ráadásul úgy, hogy emelkedő is van. Ez egyszerűen zseniális. És itt adódik egyébként a kérdés, de most ezt vissza tudom-e hozni ezt a negyedik helyet elsőre. Reklám után kiderül. Hát
Második hely végül is eddig megvan, csak ezt a 300 ZX-et kéne beelőzzem. Ami hát azért egy könnyen nem adja magát, nézd meg, tehát itt most ő a gyorsabb. Pályánként itt azért változó, hogy melyik autó jobb. Még igyekeztem kikerülni. Szophatsz? Na jó, hát akkor előre. Próbáljunk meg akkor ebből valamit kihozni. A Viper az itt van előttem, úgyhogy az már jó, mert őt be fogom tudni előzni. A bent nem kéne elbukni. Pont ezeket a pályákat, amik pont ezek az előre pályák, ezeket nem kéne elbukni. A visszafelét, abból elbukok egyet-kettőt, még azt mondom, hogy aztán nem annyira gáz. Hát főleg, vagy hát igazából az van, hogyha a Kizviket elbukom, például, meg pont a Bernt visszafele, akkor még azt mondom, hogy jó van az. De amikor már ilyeneket bukok el, akkor az már az kicsit gáz. Mehetne gyorsabban azért ez az autó. Itt van előttem a Viper, a 300 ZX, és nem tudom még melyik, a TVR van még ez. Be kéne őket előzzem most. Nem lesz ez olyan könnyű menet. Pláne így. Ja, és itt a finish, és most előzött be, úgyhogy harmadik hely. Ennek annyira nem örülök. De a Viper helyett a Jaguar az ötödik helyen végzett. Szóval... 7 másodperc előnyem van a Jaguarhoz mérten. Hát kétel vagyok ezt elfogadni, Plymouth Kuda közben. Úgyhogy őt kiválasztom. Na igen, ennek van kotyogós kávé hangja. Ezt lehet hallgatni. Tényleg olyan. Na, TVR get fogd. A jó öreg a Warride. Ott a Jaguar. Na gyere csak vissza. Te anya szomorító. Why are you running? Úgy né. Így kell ezt csinálni. Get fucked, mate. Ez igen. Ezt jól ki tudtam kerülni. Viszont az a baj, ezek jönnek mögöttem, aminek nem örülök. Ha hallom őket. És most ne legyen külső sávba. De... Jújjúj. It has been kicentized.
Áj, öcsém. Komolyan ezt a kanyart úgy kell bevegyem, hogy fékezek. De az amúgy nice, hogy a Viper meg megint a 300ZX van előttem. Ők mennek most piszok mód gyors. Nice. Ja igen, a 300ZX-nek tűnik el, úgy néz ki az alja. Ez nagyon jó. A Viper van előttem közben. Sikerül-e most még a Viperbe előznöm? Igen vagy nem? A válasz egy határozott igen. Na azt mondja, hogy 7 másodperccel vagyok egyébként az XT220-as előtt. Na most ez mennyire igaz? Jó, ezt most már megnöveltem konkrétan egy fél perces előnnyel. Cirka. Washington XJ220-as. Na most jöhető. Most jön a Jaguar, amit amúgy abszolút nem szeretek. És utána jönnek visszafele a pályák. És ott a Jaguar másik felem. De most már én klónoztam őt. Csak köcsög. Ó, ott valamelyik csúszká... Oh! Ez egy picit érdekes volt. Meglepett egy hangyányit. Hát az autó nem sikerült igazítani annyit, hogy ne faroljak. Miért vagy te a külső sávban? Ó, hogy mentél volna neki egy másik autónak. Ja, köszönöm, pont megtette. Kérnem kellett. Na, jöjjön Tövári. Ez igen, mi ez, ha nem szabotálás, meg összejátszás? Nem baj, az egyenesben úgyis utol fogom őket érni, mert ahhoz már túl gyors az autó. Kanyarodni nem igen tud, csak szólok. De ennek ez a gyenge pontja igazán, hogy kanyarodni, na azt nem tud. Na ez itt előttem meg vezetni nem tud. Ezek a rángások. Vagy legalább kihasználtam őt. Hogy az íg áldjon meg téged. Annyira szar ez az autó, hogy ez vicc. Na jó van, gyere vissza. Kell ez az első hely, úgyis neki vágódok a falnak. Melyiket aztán pont ezért választottam a Jaguart, hogy mondom, én tuton érem. Ha valaki előttem van. Ott a cél. Mondjuk idióta, mert ő meg ugye kanyarnál fékez, ugye lelassít. Megfogom magam, azt bevágom magam így telibe.
Na, most vagyok. Még így is fél perccel előrébb. Jó, most jönnek a visszafele pályák, és itt a Kamarót kell választani. Most jön Kizvik 2. Utána jön San Francisco-ba Viper, Ben 2-be a 98-as Corvette, utána Kyoto-ba a TVR, és végén a Cobra. Nem megy annyira gyorsan, hogy most itt tök normálisan bebírjam őket előzni. Na mindegy, ezt tudja, hogy igen, hogy itt a Viper az anyádat. Nem elég, hogy köcsög, meg gyors. De meg itt bunkózik is, hogy itt lögdös. Ez igen. Picit elvesztettem az uralmamat. Gondolt egyet, és elkezdett így a kerítés fele menni. Igen, a Kizvik itt visszafele, ez egy kicsit körülményes. És ugye gondolkozom, hogy nem tudom, hogy lehet, hogy a Corvette-et kellett volna ide válasszam, és a Camaro-t az odafele menetre. Hát a fene se tudja. És vissza is előzött? Ez igen. Hát az biztos, hogy igen, ugye tavalyban azért eléggé sok minden volt. Sok mindent csináltunk, hát most ide, hát most az idei év az ilyen. Most kap fejen egy masszív montást. Most az enyémből lesz például jóval kevesebb. Jövőre, ja, ez az jövőre portálozunk. Úristen. Szerintem kiégés lesz majd izomból. Úgy gyerekek, na arra tessék majd felkészülni, na az a portál az kiégetős lesz. Az Isten áldja már meg ezt meg. Nem hagyja magát megerőzni. Úgy, pörögje még. Hát az a baj, a Jaguar az nagyon elhúzott most. Hát őt nem fog úttal érni, ez most szinte 1000%. Húzottan, hogyha nem fog neki menni valaminek. Időközben. Akkor sok esélyt nem látom annak, hogy most úttal érem, mert most így is az előbb kezdtem kicsit felzárkózni, de már nem jó. Úgy mentél volna neki ennek a szembe jövő autónak. Ez gyönyörű volt. Jó, és a rendőr nem értem jött, ez az. Az a jó kérdés, hogy most egyáltalán a Jaguar az mennyire húzott el. Na most tuti biztos, hogy most ő viszi az első helyet. Az a jó kérdés, hogy mennyivel. Jövőre Best of Fejek 92 lesz? Nem, most idén van Best of Fejek 92. Azt nézem, egy 9 másodperc, nem, 8 másodperc lett.
kettőt. Jó, számolni se tudok. Gratulálok magamnak. Mindegy. Nem gáz. Nem gáz. Ja, amúgy a Viper van meg ráadásul mögöttem. A Jaguart meg már egy perccel velem. Jó van. Never mind. Megvolt a Camaro, San Francisco, akkor pont a Viper jön. Igen, azt nézem, hogy a LiveSplit-nél legyen a Windows. Amúgy tényleg gondolkozom azon, hogy tök jó lenne ezt a Easy Stream Deck-et venni, mert már most néha tényleg érzem, hogy jó lenne valami gomb közelebb, mint a billentyűzet. Mert néha némíteni se tudok normálisan időbe. És még mindig halk a chat. Ups. That's my chance, haha. Ide vele. Ó, te! Most ott a belső sávban lett volna egy másik autó. Neki mehetett volna az a piros TVR. Hogy örömöm teljes legyen. Na most megyünk mindjárt fölfele. Uhú! Közel volt. Aj, de ezt úgy utálom, amikor egy autót így elkapok telibe, és még jobban megemel. Felpattint. Hogy tud valaki például így bénázni, hogy fölugrik, és így megbaszódik. Egyszerűen ez már röhelyes. Most ez a jó kérdés. Jutól fogom-e érni azt a kettőt? Mire tippeltek? Szerintem én arra tippelek, hogy talán a TVR-t biztosan meg fogom tudni előzni. Imádom, hogy bugol néha. Bugol a zene. De azt mondod, megelőzöm. Én azt mondtam, hogy a TVR-t megelőzöm. Biztosan. Az megtörtént. Úgyhogy eddig nekem volt igazam. Az a jó kérdés, hogy a Jaguar be fog-e tudni előzni, de szerintem erre most rohadtul a válasz az lesz, hogy nem, addig, ameddig neki nem megy valaminek. Márpedig innestől kezdve, hogyha jól látom, kifagytunk a... Nem. Jap. Megint a Jaguar viszi ezt. Büdös szarba abba az autóba tényleg. Úgyhogy fuck you. Hogy állok eddig? Most visszahoztam amúgy azt a... Hallod? Most konkrétan... Ugye egy... Herces? Mekkora pattant? Igen. Ez volt a lényeg. Na, a Corvette 98-as. Ez most tuti bukó. Ez most szinte tuti bukó. Tehát ennél a pályánál a 98-as Corvette-et már kényszerből választottam ki, mert egyszerűen nem tudtam jobbat. Lehetett volna akár ide San Francisco-ra is. De a Viper például ugyanúgy szarít. Ja, hát a Cobra-ról meg amúgy meg ne is beszéljünk. Lehet, hogy a 300 ZX-et ide választottam volna egyébként eredetileg. Az a baj, mondom, annyira jó volt pedig az a összedett. Nem vesztettem volna el.
Az könnyen lehet, de az mondjuk kicsit ilyen emulálási X-er is, amikor mondjuk eltűnik a kerék. Most seriously? Na azért mondtam, hogy na ez bukó lesz. Na igen, innestől kezdve a játék itt már az utolsó kupában már nem szeret. Kész. Itt a legvégén kezd el szabotálni. Semmi gond. Amennyire nézem, egyébként már rég és rég túl teljesítettem, és fogom is túl teljesíteni azt az időt, amit egyébként az első végigjátszásra sikerült összehozni. Tehát már ennyivel jobb a helyzet. Az már más kérdés, hogyha viszont következőnek akarok speedrunt összedobni ebből, akkor hogy fog sikerülni? Na, az nem lesz mindegy. Úgyhogy ilyen első próbának már teljesen jó, mert lefeleztem amúgy a játékidőt. Most így is 1.52-nél tartok. Ilyen bő két órára fog menni, mert... még ugye van Kyoto, meg van Washington. Hát mi? Rendőr szirénázik mögöttem. Mikor volt itt rendőr? Nem tudom, de a TVR megint get fucked, a Jaguar meg már teljesen elment. Hogy a faszomba? Egy békén! Ne érjél hozzám. Tudom, hogy ilyenkor mit csinálsz. Na most a TVR-t fogja cicerélni állítólag, de aztán kiderül, hogy nem. Ja, igen, most a játék Kaizo módba vált, tehát ezért nehezebben fogom összehozni. Hát, jó, hát mondjuk most az a helyzet, hogy azt kell összehozni, hogy a Jaguar most nagyon durva előnyt ne szerezzem, mert már most nagyon elhúzott. És van még két verseny hátra. Most az a baj, hogy a Jaguar most tényleg annyira eltűnt, meg most tényleg abszolút szabotál a játék. Tehát annyira eltűnt, hogy már lassan szerintem elkönyvelhetjük, hogy már beért a célba. Ha csak nem ment neki egy autónak, és ezt most biztos, hogy kizártnak tartom. Mert akkor spannolja az autókat, amikor már én is valahol itt vagyok a környékem. Úgyhogy szerintem a Jaguar az totálisan elment, úgyhogy már csak az a jó kérdés, hogy mennyi előnye lett. A tippelnem kéne szerintem most 10 másodpercet összeszedett. Ez szinte tuti. Az anyád picsáját neked meg. Nem bírsz öcsém kikerülni. Engem kell meglökni. És ráadásul negyedik hely. Hát ez gyönyörű. Igen, ezek a visszafele pályák most nagyon nem mennek. Na de remélem, hogy Kyoto összejön. Kyotóra mit választottam, hogy ott pont a TV-ed? Hallod, és pont visszaelőzött ez a szar. Mennyi? Aha, 8 másodperc. Úgyhogy ja, akkor egész közel jártam az igazsághoz, de még... Így is jól állok, ne haragudj. Mink van? Ja, TVR jön Kyoto 2. Lehet ugyan a játék, hogy ne legyen vége, így ha eső leszek, akkor BSOD? Hát. Ha BSOD-t kapok, akkor az az oprendszer szarsága. Mert hogy ez emulátor. Az emulátor is kikreselhet, de nagyon kevés esély van arra, hogy az emulátor csak úgy kikreseljen, maximum, hogyha a grafikai beállításokat kezdem el csesztetni, na akkor halna be egyébként a rendszer.
Azaz gratulálok, fékezzel előttem tényleg. De volt arra például, hogy a Need for Speed 3-as stream alatt ugye kikresselt a PS, és újraindult. Arra volt példa? Arra ott is van a bizonyíték. Nem is tudom, a hanyadik streamje volt annak. De hogy mekkora egy utolsó rohadék szar ez a játék. Ez a rohadt csaló íjjájjal egyszer meg vagyok áldva. És még ráadásul balfasz is az AI, amikor neki megy a másiknak, vagy a forgalomnak. És nyilván, hogyha nem látom, akkor én megszívom. Hát, hogy az például kikerülni nem nagyon lehetett, de ezt még egész jól megúsztam. Igen, sőt, ugye hát megvan az ominózus Mid & Madness 3 moments, hogy pont olyan jókor tudod kikreselni az Xbox. Ez emlékezetes pillanat volt. Ha, most eléggé úgy jövök, hogy ez a megjöttem. Bitches. Mióta van itt ugrató? Nem tudom, de a Jaguar nem akar neki menni semminek sem. És emiatt szomorú vagyok. Mert úgy igazán neki mehetne valaminek. Mondjuk egy kamionnak. Egy rendőrautónak. Csak úgy poénból. Na már utalértem egy kicsit. Ezből jó lenne beelőzni. Hogy megfordul és szembe rohan velem. Az is jó lenne. Ha legalább meg lenne az első hely. De hogy megy már? Akkor egy buznyák csaló. Bors. Hallod? Centikre kész. Egy tizeddel előtte vagyok, úgyhogy egy tizedet javítottam az összidőm. Fuck off! És akkor maradt a kobra. Az utolsó pálya. És vége lesz, úristen, a speedrunnak. A két órát már megütöttem, úgyhogy... Adnak sajnos annyi. De nem baj. Mondom, így is más került lefelezni konkrétan a játékidőt. Úgyhogy két óra alatt végigjátszható egyébként a játék. És a Jaguar az már elhúzott és jön mögöttem a TVR. Meg ne lökjön. A Jaguarnak meg olyan jól ment ez, hogy nekiszaladt a forgalmi autónak. Kurva TVR? Valad is engem fog cicerélni a rendőr, na várja, ezt úgy oldom meg. Tehát megpróbálom, bazd meg! Wheel Viper. Eh, 25 óra játékidőm lenne. Van olyan hosszú a játék? Szerintem nem. Vagy gondolom, hogyha ilyen side mission-öket csinálnék, akkor biztos, de amúgy nem. Ne haragudj, hogyha nagyon pornós játékra akarnak rámenni, akkor van jobb is. Alulánál. Hát mondjuk igen, például a Larry. Sorozat. Bazd meg! Most jutott eszembe!
kurva élem, most így mond, például mondtam meg, eszembe jutott a pornó péntek széria. Hogyha konkrétan én ilyen néven hoznék létre péntekenként pornó streamet, amit hogy olyan játékokkal játszok. Ups, 7 off, keresztforgalom megint. Hogy péntek esténként bazd meg. Pornójátékok. Ja, szigorúan névféltől ráadásul. Így van, lenne ki... Nem az, hogy 2000 felé... Ja, de... Itt Twitch-en ki... Na, de... Twitch-en is van feliratkozás, csak az 5 dolláronként van, ami most nálam nincs. Erre ahhoz bazd meg érdekelt státuszt el kéne fogadni. És dőlne a lé, nem amúgy. De amúgy dőlne, vagy nem tudom. Ez jó kérdés egyébként, hogyha például tényleg elfogadnám az affiliate-et meg minden, akkor ilyenkor kis baszna a földalra? Vagy ugyanúgy lekakálná a fejem a Twitch? És nem kezdett el üldözni a rendőr, van ilyen? Lehetséges? Igen, azért gondolkozom, hogy mondom ilyenkor. Lehet, hogy... A kurva anyádat! Azt láttad? Az... Öcsém, nem szorozott, azt mondta, hogy... Hüh! Fuck you! Ne legyél első, rohagy meg címmel. Ez igen. Kis geci! Fú, te szemét az AI, nagyon. Na akkor... Azért az utolsó pályára csak behúztam a wind. Ez nyertem. Yay! Na hát... készen van a TD4. Igen, és akkor most lehetne például azt csinálni. Na akkor előről... Nem amúgy. Ott rohadjon meg. Majd mit tudom én, így jövőre, vagy valamikor máskor előveszem. Ja, akkor jöhet a TD6. Hát, de azt szigorúan PlayStation hónapba kell elővenni. ugye? Na, most, hogy így a Test Drive 4 meglett egy 2 óra alatt, ami tök jó, mert egyébként ez egy átlag stream idő. Szerintem ezzel a szép, csodás, idővel, gondolattal zárom mára a streamet. Úristen, rövidebb lett most a stream. De... holnap hosszabb lesz. Tessék örülni. Holnap azért hosszabb lesz, hiszen... ahogy mondtam, hogy a hétre ugye 3 autós játék... várható erre, ből már 2 megtörtént. Jön a harmadik. Méghozzá, amit már idén egyszer megcsináltam, most kíváncsi vagyok, hogy... hogy sikerül összehozni második alkalommal a Need for Speed Carbon Story módját egy húzamba. Most egy 4 óra alatt nekem sikerült egyszer, aztán valami 3,5 óra lett belőle, úgyhogy most a kérdés az, hogy következőleg mennyi lesz az annyi. Mennyi idő lesz, ráadásul úgy, hogy majd kiderül, hogy egyáltalán holnap hogy fog majd sikerülni a játék, mert ugye pont amikor csináltam nyáron a 10 órás alatt a Carbon Speedrunt, akkor sikerült ugye megszerezni Wolfnak az autóját. Játszhatnék Calgon Dávid Hekkes módjával? Dávid Hekkes módjával, ezt most nem vágom. A vizéret gondolsz a VLT-re? Van Chaos mód egyébként, azt tudom. Azt VLT-re. Van egyébként Chaos mód. Azt egyszer meg kéne próbáljam, azt lehet majd jövőre megcsinálom. Úgyhogy az viccesebb egyébként. Sőt, amúgy van Battle Royale módja is, az például érdekesen hangzik, de a Chaos mód az igazi. Úgyhogy azt szerintem jövőre ki fogom majd próbálni, de most holnap speedrunja lesz a Carbonnak, úgyhogy második nekifutás idején, hogy tényleg, hogy fog sikerülni a story mód, hogy most mennyi idő lesz, mennyi időt fog tudni összehozni. Na, viszont akkor ennyi lettem volna mára.
találkozunk akkor holnap, és egyben az lesz az év utolsó rímje. Úgyhogy találkozunk majd akkor, addig is további szép estét. Sárga korvettet lehet látni. Sziasztok!